Tavaly ősszel kezdődtek a munkálatok, az elmúlt hónapokban egyebek mellett kicserélték a nyílászárókat és a kazánt, korszerűsítették a fűtést és a világítást, valamint az épület külső hőszigetelést és napelemeket is kapott. Az épületet használatra viszont. Az átadó ünnepséget a már megszépült, megújult épületben tartották tegnap. Az energetikai korszerűsítéssel a járási hivatal éves szinten több mint 3 millió forintot takarít meg. Emellett az évi 25 ezres ügyiratforgalmú osztály ügyfélszolgálatának színvonala is nőtt. A kormányhivatal az állam első lépcsője az ügyfélszolgálattal kapcsolatos munkák tekintetében teljes mértékben megújul, olyan méltó környezetben fogadja majd a kanizsai ügyfeleket, ahogy ez elvárható. A kanizsai földhivatali osztály egyike azoknak a zalai kormányhivatali épületeknek, amelyek kormányzati támogatásból újultak meg. 2016. februárjában a Magyar Köztársaság kormánya döntött arról, hogy Zala megyében 1 milliárd forint összegben újíthatjuk meg épületeinket, és ebből az 1 milliárd forintból 10 épület felújítását kezdtük meg már az elmúlt év őszén, és most már átadjuk elkészült 6 épület. Az előző uniós költségvetési ciklusban országszerte 14,5 milliárd forint értékben újultak meg kormányzati épületek. Ennek folytatása a jelenleg is tartó környezeti és energiahatékonysági program. 174 ingatlannak elkészítettük a felújítási terveit, és összesen mintegy 250 ingatlant újítunk fel országszerte, ebből már 83 kivitelezésre került és átadásra került. Hátra van még kétharmada, összesen 25 milliárd forint értékben. Azt gondolom, ez jó az önkormányzatoknak is, hiszen megújul a területeken a városkép, hiszen ezek régi, rossz állapotban levő homlokzatok, és hát legfontosabb az, hogy energiatakarékos üzemeléssel a kiadási oldalt is kevésbé terheljük. Évente milliárdos nagyságrendű megtakarítást eredményeznek az országos fejlesztések, amelyek az energiahatékonyság növelése mellett például a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást, vagy a hulladékgazdálkodást, tehát összességében a fenntartható fejlődést szolgálják. A KEHOP program kerete tavaly decemberben 168 millió forinttal nőtt, amelyből három újabb ingatlant, köztük Kanizsán a nyugdíjbiztosítási osztály ügyfélszolgálatának sugárúti épületét újítják majd meg.